A mostani témánk azt hiszem sokunkat érint, a kilátástalan, reménytelennek tűnő helyzetből is van kiút. Hát igen, azt hiszem mindenki életében vannak nagyon kilátástalan pillanatok. Van, amikor elveszítjük a fonalat, van, amikor nem sikerül az, amit terveztünk, vagy pont másként történik. Dr. Szollár György, pszichológus, kineziológus, Hellinger, Hámer és hipnoterapeuta fog nekem abban segíteni, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mit tegyünk? Merre menjünk? Kitől kérjünk segítséget? Hát előbb Gyuri, beszélj nekem arról, hogy mióta végzette ezt a tevékenységet, és olyan sok mindentnel segíted az embereket, hogy szerintem ez úgy egyenként azért egy pár szót szeretném, hogyha mondanánk róla, mert nem mindenki tudja, hogy hogyan segítenek ezek a módszerek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy meghívtam erre a mai beszélgetésre. A kérdésedre válaszolva, hogy mióta csinálom ezt a tevékenységet. Gyakorlatilag az egész életem arról szólt, hogy erre készültem. Gyerekkoromban eléggé sok nehézséggel küzdöttem, és sok esetben jártam egészségügyi intézményekben. Sok olyan problémával küzdöttem meg, amit nagyon nehéz volt áthidalni, és sokszor kerültem eléggé reménytelen helyzetbe. Akkor még nem értettem, hogy ez egyfajta felkészítés számomra, egyfajta tanítás arra vonatkozóan, hogy az életem során nekem ez lesz majd az életem célja, az, hogy segítsek embereken. Az, hogy segítsek mindenkin, aki hozzám fordul. És ez a hozzám fordul, ez egy nagyon fontos kritérium, hiszen csak azon lehet segíteni, aki kéri a segítséget. Sokszor látok olyan embereket, sokszor találkozok olyan emberekkel, akikről nekem meggyőződésem, hogy már bajban van, már segítségre szorulna, de ő még nem ismeri fel. Ő még azt gondolja magáról, hogy majd ő megoldja, majd ő megmutatja, ő bírja, ő tudja. Ő benne van kitartás és van elég erő. Csak én ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, amikor egy kukoricalabirintusban bolyon valaki, és az az ember, aki ezt a labirintust működteti, ő föntül egy magas lesen. Ő pontosan látja onnan, hogy az, aki a labirintusban járkál, az éppen az egyik elágazásnál, ha jobbra fordulna, már kint lenne ebből az útvesztőből, de ő ott benne nem látja. De segítséget nem kér. És én hiába kiabálok, hogy fordulj balra, nem érti, nem hallja, vagy nem akarja elfogadni. Ha most itt körbenézek, azt látom, hogy itt is javarészben az erősebbik nem képviselő vannak jelen. És az erősebbik nem... Hölgyekre gondoltál? Pontosan a hölgyekre gondoltam, így van. Mert a hölgyek azok, akik bátrabbak, akik föl merik vállalni azt, hogy igen, néha kerülünk olyan helyzetbe, amikor segítséget kell, hogy kérjünk. Érdekes, ugye én már több éve klubprogramokat vezetek, és szinte mindig nők jönnek el. Az más kérdés, hogy aztán beszámolnak arról, hogy semmit nem kibeszélve, de igen, és hát, hogy tulajdonképpen sokszor azért jönnek el, mert a párjuknak szeretnének segíteni. Csak az, amit most mondasz, hogy segíteni hogyan tudunk, mert nem lehet ráerőltetni senkire sem, hogyha én látom, hogy mi lenne a megoldás, az még kevés. Ez így igaz. Induljunk ki abból az alaptézisből, hogy az emberiség a fejlődése során elért egy olyan szintet, egy tudományos fejlettségi fokot, amikor is már azt gondolta, hogy ő többet tud a természetnél. Elkezdett úgy gondolkozni és úgy cselekedni, ami a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva a természet rombolásával volt egyenértékű. És nem akarok másra utalni, mint a Tiszának a cián szennyezésére például. Mindenki, minden tudós, minden nagyon-nagyon tanult ember egybehangzóan és egyöntetően állította, hogy ebben a folyóban a következő 10-15, de inkább 20 évben az élővilág nem fog helyreállni. Mi történt? Ha visszaemlékeznek erre a dologra,
és szegediek, akkor nyilván emlékeznek arra, hogy gyakorlatilag a következő évben már ismételten halat fogtak ki a Tiszából, és 2 évvel később ismét volt tiszavirágzás. Az okos ember, aki azt gondolta, hogy a természetet tudja irányítani, fölébe helyezte a saját tudását a természetnek, és a természet, mint egy porszemet lesöpörte magáról ezt az általunk olyan nagyra tartott tudást. Helyreállította a megváltozott rendszert, helyreállította azt a problémát, ami kilátástalan volt, és hogyha a beszélgetésünknek ez az alaptémája, hogy a kilátástalanságból van neki út, akkor ugye ez egy ékes példája annak, hogy igen, meg lehet oldani. És ez nem csak azért, mert a természet erre képes, hanem azért, mert mi emberek, ha elfogadjuk, hogy a természet része vagyunk, akkor erre mi is képesek vagyunk. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy amikor megbetegszik a mai világban egy ember, elég ritkán gondol arra, hogy ennek van egy lelki háttere. És hogy lehet, hogy nem tabletták után kellene szaladni, hanem megkeresni ennek a mély lelki okát, és ott a gyökerekben valamit feloldani, valamit helyre tenni, valamit meglátni, tehát meglátni az életemben, a kapcsolataimban, önmagamhoz való kapcsolatomban, és a családom, társaim, barátaimhoz való kapcsolatomban azt a pontot, ami a valami szeretetet igényel, valami feloldást, valami megoldást. Mit tudsz ehhez hozzátenni? Valami energiát? Energiát, igen. Kerülgetted ezt a szót, de nem mondtad ki. Igen, akkor, amikor egy betegség bekövetkezik, akkor valami megváltozik bennünk. Egy olyan belső egyensúly, egy olyan belső harmónia borul meg, ami a természetes létünknél fogva születésünkkor már adott. Gondoljunk bele abba, hogy akkor, amikor az életük szakaszában, abban az időszakban jártak, itt azért több korosztályt látok a közönség tagjai között, amikor érzelmileg egy felpörgetett, pozitív megközelítésű, túlhevült állapotban vannak, voltak, gondolok itt a szerelemre. Ki az, aki ezt az érzést már azért ismeri? Azért egy pár, ugye, részesei vagyunk ennek. Tehát ez az időszak az, ami nagyon-nagyon eklatánsan mutatja, hogy egy szerelmes ember nagyon nehezen betegszik meg. Én még nem találkoztam olyan szerelmes fiatalemberrel, aki a náthávara való hivatkozás miatt lemondott volna egy randevút. Mert nem lesz náthás. Vajon miért nem lesz náthás? Azért, mert a belső rezgései, a belső egyensúlya egyszerűen nem engedi, hogy ez a betegség megtámadja őt. Az ő belső rezgése egy olyan szintet ér el, ami egyszerűen nincs egyensúlyban, nincs azonos rapporton, ezt a fogalmat használhatom, nincs azonos szinten a betegségnek a rezgésével. Tehát nem fogadóképes erre a betegségre. Akkor, amikor megbetegszünk, akkor valami olyan dolog történik bennünk, hogy ezt a belső egyensúlyunkat, ezt a belső rezgésünket elveszítjük, és amikor ez a belső rezgésünk megváltozik, akkor csupán csak annyi történt, hogy ezt a rezgést kellene visszaállítanunk normális pozícióba. Normális pozícióba viszont akkor tudjuk visszaállítani, hogyha ennek a pszichés oldalait megkeressük. A rezgésünknek az alapja, az a fejben dől el. Mi vezéreljük az egész testünket, hiszen valamilyen szinten a természet részeként nem a különböző szintetikus gyógyszerek azok, amik meghatározzák a rezgésünket, hanem a lelkünk, a pszichénk. Csak ezt nagyon sokszor elfelejtjük. És a legkisebb tüsszentése, köhögése rohanunk a körzeti orvoshoz, kérünk tőle valamiféle antibiotikumot, amivel ragyogóan kiírtjuk a bélflóránkat, ahol az immunrendszernek a központját találhatjuk, és innentől fogva bekerülünk egy ördögi körbe, egy olyan ördögi körbe, ami már a gyógyszeriparnak a malmára hajtja a vizet, és ebben már nem menjünk bele mélyebben, mert ez teljesen más dolgozatnál. Most miután te energiák áramoltatásával segítesz az embereknek többféle módon,
Azt nem biztos, megint azt mondom, hogy nem biztos, hogy tudják sokan, hogyha párkapcsolati problémájuk van, vagy a nem elég sikereseknek érzik magukat, vagy nem úgy sikerülnek a szakmai dolgaik, vagy nem érzik jól magukat a helyükön. Ezeknek is lelki gyökerei vannak, és ezeket is lehet, ennek meg lehet találni önmagunkban az okát. Tehát, hogyha nem az utunkon vagyunk, akkor nagyon nem érezzük jól magunkat, és hogyha hozzád fordulunk, akkor ebben a tekintetben is kaphatunk egy lökést, hogy visszakerüljünk oda, ahol a harmóniát megtaláljuk. Igazat mondod? Ez így igaz teljes mértékben. Induljunk ki abból az alaptézisből, hogy a gondolatnak van a teremtő ereje. Ugye ezt számtalanszor halljuk mindenfelé. De ki az, aki ezt úgy végig is gondolta, hogy a gondolat tényleg teremteni képes? Vagy a gondolathoz társított érzelem az, ami meghatározó? Nagyon fontos dolog az, hogy az érzéseink legyenek azok, amik meghatározzák a gondolkozásunkat. Ezek azok az érzések, amik teremtenek. Ha nekem van egy vágyam, elképzelek valamit, gondolok valamire, de érzelmeket nem társítok hozzá, akkor ebben a pillanatban ez a gondolat, ez a vágy egy holt gondolat lesz, egy halott tárgy lesz, és képtelen leszek energiát összpontosítani arra, hogy megvalósítsam. Ha érzéseket társítok hozzá, ha képes vagyok ma megérezni és beleélni magam abba a helyzetbe, amit magamnak elképzeltem, akkor ezek az érzések már adnak nekem elég erőt ahhoz, hogy képes legyek megvalósítani. És ez legyen a kapcsolatos az egészséggel, legyen kapcsolatos az anyagi helyzetemmel, legyen kapcsolatos bármiféle természetes vagy földhöz ragadt vágyjal, mindent meg tudok valósítani, hogyha ezek érzésekhez kapcsolódnak. Ebben tud segíteni a pszichológia, ebben tud segíteni a kineziológia, ebben tud segíteni a hipnoterápia, mert hiszen olyan helyekre, olyan távlatokban tudom eljutatni a hozzám forduló és segítséget kérő embereket, pácienseimet, hogy ezeket az érzéseket képesek legyenek ott és akkor a jelenben megélni, és ezekkel feltöltődve tudnak nekivágni a probléma leküzdésének. Erre nagyon érdekes példát hadd mondjak el itt most ebben a szűk körben. Amikor az orvosi vizsgálatok alapján egy hölgyről kiderül, hogy meddő. Ez ténykérdés, ugye? Erről dokumentumokat hoz, leleteket hoz, petevezetékel záródásról, policisztás ovárium szindrómáról, ismert fogalmakat mondok, gondolom. És a családban kialakul egyfajta bánat, kialakul egyfajta rossz érzés, és bezáródnak azok a lehetőségei, hogy ő neki bármikor is a későbbiekben gyereke lehessen. Hiszen lecsökkent a rezgése. Lecsökkent az a belső harmóniája és az a rezgés szintje, ami őt alkalmassá tenni arra, hogy bármikor is ezen az állapoton változtasson. Ha eljön hozzám, és én meg tudom vele éreztetni, ő meg tudja élni azt a fajta magasabb rezgésszámot, ami szükséges ahhoz, hogy ezen az akadályon túl tegye magát, akkor az orvostudomány szerint csodaszámba menő dolgok, átalakulások történnek, egyszerűen megszűnik ez a problémája, és csodálatos módon gyereket fog a szíve alatt hordani. Jelenleg több mint 60 ilyen kisbaba él már Szeged és vonzás körzetében, akik egy ilyen terápia folyamán estek teherbe az édesanyák, és kerültek az élők sorába gyerekek. Kicsit viccesen mondva, akikhez te segítetted, hoztál anyukákat. Pontosan így van. Közreműködtél.
Azt gondolom, hogy én vagyok az egyetlen férfi, aki elmondhatja magáról, hogy a párja örül annak, hogyha más nőnek gyereket csinál. Ott jelentkezik is, hogy így van. Hát én meg nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és ilyeneket megosztasz, mert ez mindannyiunknak igazán tanulságos dolog. Én szerintem nagyon sokunk nem tudja, hogy mi az a hipnoterápia. És lehet, hogy arra gondolnak, amit a filmekben szoktunk látni, hogy valakit befolyásolnak, vagy mit tudom én, hókusz-pókuszolnak vele. Én arra kérlek, hogy tedd ezt most kicsit rendbe, hogy mi ez a hipnoterápia, kell ettől félni, és valóban hogyan tud ez segíteni. Induljunk ki abból, hogy maga a tudat az több részből áll. Tehát az első és legfontosabb, ami számunkra megmutatkozik és napnak után tapasztaljuk, ez az egónk, a tudatos énünk, amit napnak után használunk különböző problémák megoldására, állandóan, permanens formában ránk köszönő konfliktus helyzetek feloldásában. Ez a tudat az, amelyik örködik folyamatosan azon, hogy minden szituációban helyes döntéseket hozzunk, megfelelő válaszlépéseket adjuk a felmerült problémára, de ez a tudat az, amely azon is örködik, hogy a tudat alatti, ami egy másik szint, ne nagyon szóljon bele az ő munkájába. Sok kollégám vallja azt, hogy a tudat alatti az az elnyomott negatív gondolatoknak, a rossz érzéseknek, azoknak a káros dolgoknak a tárháza, amelyik valamilyen szinten ellenség. Én ezzel szemben azt vallom és azt hirdetem, hogy a tudatalatti egy olyan területe az életünknek, amelyikre nagyon-nagyon oda kellene, hogy figyeljünk, jobban, mint a tudatos énünkre. Az a bizonyos belső hang, ahonnan megjönnek azok az információk, amikre néha nagyon-nagyon hallgatnunk kellene. A tudatunknak van egy időkorlátja, egy 25-27 napos időkorlát, ami alatt egy adott konfliktusra, egy traumára őnek választ kell adnia, mert ha nem ad rá választ, akkor gyakorlatilag a közben felhalmozott többi probléma olyan szinten megterheli, hogyha továbbra is foglalkozna a korábbi, még választ nélkül hagyott problémákra, akkor lefagyna az egész rendszer, és gyakorlatilag, mint a számítógépeknél, hogy beállna a kék halál. Hát azt gondolom, hogy senkinek sem vágya. Tehát a tudat alatti az, ahova ő, a tudatunk, az egónk, átpasszolja ezeket a problémákat. A tudat alatti az a terület, ami egy analizáló, elemző, gyakorlatilag egyfajta megoldást kereső terület. Ehhez a megoldást kereső területhez viszont csak is kizárólag egy megváltozott tudatállapotban vagyunk képesek hozzáférni, és itt érek rá a hipnózisra, amit kérdeztél, mert hogy valójában a hipnózis, ami sokak számára mumus, félelmetes dolog, egy nagyon-nagyon hasznos terápia, egy olyan hasznos terápia, amikor az egót arra késztetjük, hogy elengedje azt a kontrollt, amivel ő mindig is folyamatosan a nap 24 órájában ellenőrizni akarja a személyiségünket. Ha a hipnoterápiát alkalmazunk, akkor egy transzállapotba kerülünk, egy hipnotikus transzállapotban, amikor is az ego háttérbe szorul, és a tudatalattiban fölhalmozott információk képesek a felszínre kerülni, képesek visszakerülni arra a szintre, amikor már tudjuk őket használni. Nagyon fontos volt az információ, amit most mondtam, mert hogy azt mondtam, hogy az ego háttérbe vonul, de nem szűnik meg. És kérném szépen, hogy ezt nagyon-nagyon tessen meg szíveskedni, megjegyezni és eltárolni, mert egy transzállapot nem arról szól, hogy elveszítem, teljes mértékben kikapcsolom az önmagam feletti kontrollt. Egy transzállapot mindig arról szól, hogy teret engedek a tudatalattimnak, teret engedek az érzéseimnek, annak a belső hangnak, ami nekem segítséget ad, de az egóm folyamatosan figyel. Soha egyetlen egy alkalommal nem tudom megtenni, egyetlen egy páciensemmel sem, hogy az ő saját erkölcsi tartásával szemben, az ő saját neveltetésével, szocializációs folyamatával szembeni
dolgot tegyen meg. Hiszen az ego abban a pillanatban kirántja a transz állapotból, és teljes egészében éber állapotba kerül. Viszont fontos dolog, hogy az ego folyamatosan figyel, és a tudatalattiból felkerülő információkat beépíti az ő tudásanyagába, és amikor a transzból visszatér az illető, akkor furcsa módon szembesül ezekkel az információkkal, és már tudatosan tudja használni őket, és a saját hasznára, a gyógyulására tudja fordítani. Biztosan mindenki tudja, hogy most nem olyan sok időnk van, hogy itt mélyen belemenjünk a dolgokba, de egy dolgot még szeretnék tőled megkérdezni, hogy ugye már az elején azt kezdtük, hogy a betegségeknek lelki gyökere van, hogy mondj nekünk példát arra, például egy cukorbetegség, tehát amire már úgy az orvosok keresztet vetnek, úgymond. Van-e ilyen tapasztalatod, vagy valami más, ami olyan nagyon, nagyon hatalmas, és mégis lehet, hogy van valami olyan lelki gyökere, amit meg lehet oldani, fel lehet oldani, vagy el lehet engedni, amiben te tudsz segíteni, vagy volt már, hogy tudtál segíteni? Hát a cukorbetegség az egyik ilyen terület, és ezt azt gondolom, hogy nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen lehet megvilágítani, hiszen aki cukorbeteg lesz, egyes vagy kettes típusú cukorbetegségről beszélünk, ugye? Egyetlen egy érzelmi háttér kapcsolódik hozzá, és ennek az érzelmi háttérnek a megnevezése a szeretet nem megfelelő megélése. A cukorbetegség mindig arról szól, hogy a szeretettel való kapcsolatunk, a szeretettel való kapcsolata a betegnek, mint érzéssel nem megfelelő. Ez ugye több rétegű lehet, hiszen az önmagam szeretete is beletartozik ebbe a dologba, de a felén megnyilvánuló mások iránti szeretet, vagy a belőlem áradó szeretet mások általi elfogadásának a megélése. Ez három különböző terület volt, amit most említettem. Ez a három terület mindegyike okozhatja a cukorbetegségnek a kiváltódását. Viszont a klinikai orvoslásban a cukorbetegség gyógyítására az inzulin az, amit ismerünk, és azt használjuk. De aki egyszer belekerül egy ilyen mókuskerékbe, ebből élete végéig nincs lehetősége kitörni, ha csak nem ismeri föl azt, hogy ennek pszichés háttere van. Ha elindul ezen az úton, akkor van esélye arra, hogy visszaforduljon, és képes legyen a cukorbetegség gyógyítására, és ezt nagyon-nagyon idézőjelvesen mondtam, hogy gyógyítására használt inzulint letenni. A másik ilyen terület, amit érdemes megjegyezni, a daganatos betegségeknek a köre. Nagyon sok olyan daganatos betegséggel küzdenek emberek, amiknek a pszichés háttere egyértelműen magyarázható. Hölgyek van a túlnyomó többségben, nem árulok el titkot akkor, amikor azt mondom, hogy a mai populáció lakosság keretében eléggé magas az emlődaganatoknak a megjelenési aránya. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy melyik oldal, jobb oldal, bal oldal, melyik pszichés háttér térre utal. Saját nőiességnek az elfogadásának a hiánya, párkapcsolati probléma, vagy esetleg a szülő-gyerek konfliktus, és itt a saját szülőmmel kapcsolatos, illetve a saját gyerekemmel kapcsolatos problémára utalok. Ha ezekkel képesek vagyunk szembenézni, akkor döbbenetes módon tapasztaljuk azt, hogy a kialakult daganat kezd visszafejlődni. Majd néhány hét, néhány hónap múlva egyszerűen a következő kontrollvizsgálaton már a vizsgálatot végző kollega nem találja még a nyomát sem. Hát nagyon köszönöm. Sajnos lejárt az időnk. De téged meg lehet találni. Hol is lehet megtalálni? Két helyen lehet engem utolérni. Egyrészt a Szent Gellért Magánklinika itt szembe, a Kálvári Sugár út 14-ben. Másrészt magánrendelésem van a Rókosi körút 36-ban. Ez a két hely, ahol
Tehát, hogyha valaki részletesebben szeretne saját problémával hozzáfordulni... Esetleg meg egy telefonszámot mondok hozzá. Az. Igen, azt nagyon megköszönnénk, vagy ha hoztál névjegykártyát, akkor az előadás után is szívesen odaadod bárkinek. Természetesen 70-es, 38, 4 darab 0 és 1-1-es. Nagyon köszönöm, és neked is egy kis ajándékkal kedveskedünk, hogy eljöttél és itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. És további jó egészséget kérem.